Egy vázányi fagyi, ami megváltoztatta a szokásainkat, és meg fogod látni, lesz benne egy olyan ötlet, ami lehet, hogy a te életedet megváltoztatja. Úgyhogy üdvözöllek a mai sikervitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Kezdjük is el! A múltkori sztori a pozícionásról a visszajelzések alapján sokaknak tetszett, és nagyon sok ötlet volt benne, úgyhogy gondoltam, hogy még egy következő sztorit megmutatok abból a tananyagból, amit a Mastermind tagoknak szoktam átadni, ez egy több órás tananyag a pozicionálásról, mert az a hogy a legtöbb még mi mindig nem fogják föl, hogy a, a pozícionálás az, az, az élethalál. Az olyan, mint hogy, hogy van egy neved, vagy egy névtelen ember vagy. Hogy, hogy, hogy valaki a céged, vagy valami a céged, vagy semmi. Tehát a pozícionálás az alapja, a genetikája a cégednek, és sokan nem értik, hogy hát hallottak már erről, kapirgáltak ezt a témát, de ez eldönti kompletten a hosszú távú életét a cégednek. Úgyhogy nézzünk egy érdekes példát, ez egy olyan kis cég lesz, ami egyébként kompletten lemásolható szintén, mint a tegnapi videó. Ha nem láttad a tegnapit, nézd meg az előző videót. Szóval nézzük meg, hogy milyen példa az, amit én a mastermind a saját tapasztalatom alapján egy saját történettel bemutatok neked. Történt, mu mu, hogy Muroban költöztünk, Muróba éltünk, és eladtam egy ügyfélnek egy, egy sarokházat, tehát egy több, több, lakásos házat. És egyszer csak fölhív valami miatt, és azt mondom, figyelj István, voltál már a Fischer -Wirtbe? Mondom, nem, nem voltam még, nem tudom, merre van, nem hallottam még róla. Szóval figyelj, menj már el, nézd meg, vagy vigyél ügyfeleket, mert tök jó, egy vázányi fagyit adnak, fantasztikus. És mondtam, jó, de hát nem vagyok egy nagy fagyi evő. Na mindegy, az a lényeg, hogy nagyon ezen elmagyarázta, és kisebb eltévedések után meg is találtuk, mert piszkosul eldugott helyen, Najmártól nem messze, egy ilyen hegyi szerpentinen, majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy tényleg szerpentinszerű kanyargos úton följutva, jutsz el egy tó mellett a Fischer ami azért Fischer mert egy halastó mellett van, és egy halas étterem lenne tulajdonképpen, ha nem pozícionálták volna magukat fagyizónak. És nagyon-nagyon tanúságos, hogy ilyen wow effektust vált ki benned. Tehát elmész, amit itt látsz, épp kész, én magam fotóztam, így néz ki egy, egy fagyi. Azt hiszem volt még az infláció előtt, most, amit remélünk ott, nem nagyon voltam, meg most a cukorra úgyis hadilábon állok, mármint én ő vele, szóval fantasztikus, és elmond az egész sztorit, meg fogod látni, le tudod másolni. Egyrészt mindenütt árulnak fagyit kicsi tégelybe, nagy tégeibe, egy gombóc, két gombóc, mindenféle ilyen gombóc, Artur gombóc kategóriába gondolkoznak, és azt mondták, nem, itt nincs gombóc fagyi, semmilyen nincsen. Van körülbelül 60, egyszer megnéztem, tehát 60, de abból van 3-4, amíg piros gyümölcsös, tehát ami nekem jó, ez nem az én rendelésem volt egyébként de körülbelül van 60 kreációjuk, nem is tudom másképp nevezni. Mind egységesen ilyen vázába van, ami szóval ami nagy. Tehát így egy embernek főétkezés plusz a desszert benne van. És ezt úgy képzeld el, hát már összefut a nyálaszámba, úgy képzeld el, hogy alul például fagyi, aztán forró saját főzésű kompotjuk van, majd egy másik fajta fagyi, majd még egy kis kompót, majd még egy fagyi, majd hab, majd díszítés, benne egy ostya. Egy költemény. 5 euró volt, most lehet, hogy 6-7 euró, de még az is szerintem nagyon nagyon jó áron van. És oda van téve mellé egy ostya, ez a hamma vagy hanna, biztos ismered a, a nápoiról. Oda van téve mellé egy ostya, becsomagolva, és ha kicsomagolod és megeszed, akkor 1 euró ha nem, ott hagyod, akkor nem kell kifizetni. Tehát az egész rohadt jó ki van találva, ugye a kosár értéknöveléssel, vagy a, vagy a az értéknöveléssel, tehát a forgab növekedéssel. És ami a lényeg az egésznek, hogy kihozzák ezt körülbelül a megrendeléstől 3-4 percen belül. Tehát egyszerűen én azt gondoltam, ahol kétszer képzetem volt, hogy biztos ott ülnek bent, gondolatolvasók, kitalálják, hogy melyiket akarom a 60 féle kreációból, és már elő van készítve, és csak kihozza a pincér. Szóval tényleg prompt, azonnal. Tehát a megki, azt tanulhatna a sebességből. És egyszerűen döbbenetes. És mindenki ott van, és wow, ilyen effektusa van. Most mi ebből a tanulság? Az egyik nagyon fontos tanúság az, hogy a legtöbben azon gondolkoznak, hogy olyan talánki ki egy terméket, amivel ők nekik jó, és ők tudnak pénzt keresni, mint vállalkozók. És ez a legtöbbször valamit megerőszakolva kitalálgatnak, de nem azon törik a fejüket, hogy az ügyfélnél legyen egy wow effektus. Miért kell a wow effektus? Azért, mert egy ilyet meglát valaki, wow, ez egy story, ezt el kell mesélni. Jó, tudom, most már van a az Instagram, meg Pinterest, meg egyebek, tehát nyilván egyből sokan fölnyomják. Én nem vagyok ez a fajta, de mi a lényeg, hogy, hogy innentől kezdve, ez egy olyan sztori volt, amit az ügyfélem elmesélt nekem, én meg nagyon sok ingatlan ügyfelet, akivel ingatlan néztünk meg, elvittem és megmutattam. És onnantól kezdve ettől lett virális, nulla marketinggel, mert egy sztori volt, egy érdekes, elmesélhető sztori volt a termék. Nem arról van szó, hogy egy három gombotos fajtettünk, ami nagyon finom, azt a franc meséli el. Ez egy story, ez egy wow effektus. Eszembe jut az a mondat, nem tudom pontosan idézni Steve jobs hogy ne valami hétköznapi dolgot csinálj a világban, hanem üss egy horpadást az univerzumba. És ez jó tudom, nem akkor, mint a Steve Jobs, hanem egy kis étterem, egy nagy terasz, ami mindig tele van, és ezt általában összeültetnek embereket, akik persze örömmel és kedvesen megosztják az asztalukat, mert nincs elég hely, soha, soha sincs. Nyilván kisüt a nap esőbe azért lehet helyet találni, csak akkor nem sok értelme van. Szóval visszatérve, egy wow egy effektust egy, egy napodat bearanyozza, és onnantól kezdve van érdekes, hogy kalibrálódik az agyunk, van érdekes, onnantól kezdve elővettük a, a sport Jaguárunkat, és kimentünk. És ez egy esemény volt. Pedig egy 30-35 percet legalább kellett autózni, elég kanyargós úton ráadásul. Lutri volt, hogy lesz-e hely, vagy kell egyet -egy sétálni a tó körül. De mi a lényeg, hogy onnantól kezdve nekem Muróban fagylalt, kejhet, meg nem tudom mi a három gombóc rányomva egy kis nyamvat habbal, nem tudtak eladni. Egyszerűen nem tudtak eladni. Ráadásul az is volt 4 euró, nem tudom mennyi. Vagy ötven, három gombóc. Szóval mi történt, hogyan csinálták? És itt van a, a tananyagból ez a ki, ez a kép. Az egyik, ami lényeges, hogy csökkentettek. Mi az, amit csökkentettek? A kínálat az ételekben. Tehát egy, egy nagyon jó halas étterem egyébként, tehát nagyon-nagyon jó a kajájuk, de gyakorlatilag nyáron senki nem kajál. Mert egyrészt kaja után egy ilyen fagyit nem tudsz megjönni, mert ez főétel. Szóval az a lényeg, hogy a kínálatokat csökkentették, és amit csökkentettek, látod, hogy nagyon, nagyon finom. Szóval, amit csökkentettek, az a, az, a, az a választék lehetőség. Nem a fajta, tehát hogy hány fajta kreáció van, hanem az, hogy kicsi, nagy, meg, meg töltsérben, meg mindenféle hülyeség. Ezt kizárták. Csak Extraorbitás vázába lévő van. De csökkentették a, a választási lehetőséget, csak az ízekbe és a kreációba tudsz választani. Aztán töröltek. Törölték a kisadagot, a gombóc, mint uh, mértéke nincs én ilyen, és az egyesével dolgot is törölték. Nincs, hogy kompotot kérsz, nincs, hogy ez vagy azt kérsz, ez van, kész. 60 féle fotóval, tehát jól, fotóval leírása nagyon jó, könnyű választani, amikor nem tudsz egy szót csinálják. Mi az, amit erősítettek? A fagylalt választék már, mint a kreációk, és abba fantasztikus, tehát mindenféle íznek. Ez talán valami barackos, de van kivis törelkezve, az én erdélygyümölcsös, osztrák erdélygyümölcsös. hú, ezeket imádom. Menj el egyszer arra jelsz, Fischervirt Naimárt itt tudod megtalálni. Te még Google is jegyzi. Szóval, amit erősítettek, ahogy mondom, a választék, tehát, hogy nem tudsz olyat kitalálni, aminek nem, nem találnád meg, amit szeretnél, amit nagyon érdekes, ilyen újfajta dolog, hogy forró, tehát meleg kompótot raknak közé, és hogy eszed a különböző hőfokú dolgokat, nagyon különlegesen fantasztikus érzés, és az egész közben ugye picit olvad is a fagy, és az egész egy, egy kreációvá válik, összeérik, vagy nem tudom, és amit teremtettek a fagylalt a vázában, tehát magyarul ezt a mértékegységet, amit sehol nem látsz, sehol nem láttam, összehasonlíthatatlan az eredmény és az élmény. És ez az összehasonlíthatatlan szó az egyik legfontosabb. Tudni, innentől kezdve ez egy, én úgy nézem, páncéltörő ajánlat, mások úgy szokták mondani, hogy ellenállatlan ajánlat. Tehát ez az, amire, hogyha ha, hát nem menjünk el a fischer akkor én nem kérek fagyit. Szóval ez az, amire azt mondja az ember, hogy ezt, ezt nem lehet összehasonlítani. Ez nincs olyan, hogy jobb ízű. Nincs ilyen, mert kreáció, fantasztikus. Íz, íz, torpedó, vagy játék akkor az, hogy, hogy olcsóbb, meg ilyenek, minden eltűnik. Egyébként tényleg 5 euró nem volt olcsó, vagy nem volt drága. Szóval, mi az, ami, ami a legfontosabb dolog, amikor kitalálod magadat a vállalkozást, vagy újra kitalálod és pozícionálod? Az első és legfontosabb, hogy legyen egy hatalmas, nagy előnye, összehasonlíthatatlan előnye a, a vevőnek. És ráadásul te meg úgy csináld meg, hogy neked szintén előnyös vagy gazdaságos legyen, hiszen nincsenek másfél eurós gyerekek, meg ilyenek, 5-50 plusz másfél az ostya, mondom, ez nem tudom most milyen az ár, lehet, hogy mindig annyi lehet, hogy már több. Nem küzdenek avval, hogy fagyit, már fagylaltot főznek, meg a legjobb íz, meg egyebek. Valószínűleg ilyen csévingekbe veszik valamelyik gyártótól, mert azok eleve nagyon jó minőségűek, nem tudom, eszki, vagy nem tudom, kik gyártják ezeket ők a saját kompótjaikat rakják be, amit ők főznek. Tehát van benne valami nem összehasonlítható, de nekik valószínűleg nagyobb a nyereségük, és most figyelj a mértékegységre, egy asztalnál, hiszen az asztalok limitálják azt, hogy hány ember tudnak leültetni, egy asztalnál nagyobb a nyereség, mint a kis ilyen egy gombóc, két gombóc, három gombóc egyébekkel foglalkoznának. Tehát egyszerűen, és távolról eljönnek 30-40 kilométerről, 30-valány kilométer lehet, hogy jól emlékszem, de időben 35 perc, hegyen völgyön át, mire eljutunk Muróból. Szóval csinálj egy olyan terméket, ami összehasonlatlan nagy előnyt jelent, és az ügyfél onnantól kezdve az összes többi ez, ez a konkurencia, ennyi. Legyen olyan termék, hogy wow! És a wow effektus, majd egy story, ez érdemes elmesélni, mint egy story ezt így elmondom valakinek, hogy figyelj, gyertek el, elmegyünk egy klassz fagyizó, ilyen fagyit még nem áttél, vázába van, és meleg kompót, meg fagyi, meg minden van. Ez egy olyan sztori, amit így, így az ember büszkén, hogy na, milyen klassz helyet találtam. És ez a kulcs, ez a kulcs a viralitásnak, ez a kulcs az ajánlásnak, amire sose kértek. Ugye sokan tanítják azt, hogy kérj ajánlást. Egy frász, nem ér semmit. Nem azt, hogy nem ér semmit. Nagyon hatékony talan. Alacsony hatékonysága. De egy ilyet elmesél az ember. Most is elmesél egyébként neked. De a tanúsága az, hogy csinálj valami olyat, ami wow, ami egy, ahogy Steve Jobs mondja, egy, egy horpadást ütni az univerzumba, vagy legalábbis kicsiben ez például ilyen. De van egy csomó egyébként, a tananyagunk tele van ebben. És hogy magamat is pozíciáljam egy kicsit ebben a példával, tehát én is úgy érzem, hogy amikor a mastermind beszélünk, és tanuljuk ezeket, is elemezzük, és kitalálunk, Jobbnál jobb pozíciást és sztorikat a mastermind tagoknak, és utána azt mondja egy ilyen tagunk, hogy most egy hölgy mondta például, hogy István, ez egy rohadt jó ötlet. Ez egy marha jó ötlet. És megvalósítja, akkor úgy érzem én is, hogy horpadást ütöttünk az univerzumban. Ez a legnagyobb öröm nekem, ez a wow effektus. Nyilván sajnos nem mondhatom el a sztorikat, mert hát ugye nem adhatom ki az ügyfeleimnek a pozicionálását, elég nagy baj lenne. De azért mutatok meg ilyen érdekes sztorikat, neked ebből tudsz tanulni. Úgyhogy ez a négy, négyes elemzés, amit mi használunk, ez a saját, úgymond, fejlesztésem, és saját tapasztalásom, hogy valamit csökkentesz egy paraméterét, tehát például ezt a, ezt a, ezt a fajtaságot, tehát gombóc, meg egyebek, valamit törölsz, tehát amit abszolút nincs, nincs ostya, meg egy csomó nincsen, valamit erősítesz, az a mennyiség, amit egybeadsz, az élmény, és ráadásul a, mondom, a kreációk 60 féle, tehát hol látsz te hat, a legjobb horvát, ahol a legjobbakat tettem a Jagodákup Kup, ugye, az, az egyik kedvencem Trogirban, vagy, vagy Zadárban, lenne a, a tenger tengerpartján, az ugye az epres uh, kehely, de hol látsz 60 félét, és fantasztikusakat, és ami az lényeg, hogy teremtesz új kategóriákat, ez pedig a váza. Úgyhogy zseniális. Talulj belőle, talált ki, hogy hogy tudsz wow csinálni az ügyfeleknek, és egyszer megvan ez a wow érzés, akkor onnantól kezdve a többi, az egy silányfagyi lesz. Lehet, hogy jobb az ide, lehet, hogy olcsóbb, lehet, hogy lehet egyessével, lehet, hogy nem kell érte utazni, de a wow effektusért beül az ember az autóba, kifizeti az ötöt veret, és egy élmény, mondjuk hétvégén, vagy akár megtehetem én legalábbis nem, nem vagyok alkalmazott, ezért hétközben elmenem, akkor nincsenek olyan sokan. Süt a nap és még ősztavasszal is fantasztikus. Szóval csinálj egy wow élményt. Sok sikert kívánok ehhez, és ha még mielőtt a sok sikert és a békét, meg az egészséget kívánom neked, a legfontosabb, szeretné egy ilyen wow érzést elérni a vállalkozásod fejlesztésében, és nagyjából megduplázni a forgalmadat, akkor ezt javaslom neked, amit itt látsz mellettem, csatlakozz a Mastermind-unkhoz, majd megbeszéljük persze egy személyes konzultáció, hogy melyik csoporthoz, hova illeszkedsz jobban, hol tudsz többet több támogatást kapni és több segítséget, és egyből hozzá fogsz férni több száz tananyaghoz. Ebből például a pozíciós négy nagyon szó tananyag van, sok tucat példával. Most kettőt mutattam tegnap, meg ma még lehet mutatok egyet-kettőt, úgy érzem, hogy fontos, hogy magyar vállalkozók kiugorjanak, előre jussanak, jobbak legyenek. Sok sikert kívánok hozzá. Jó egészséget és békét. Ciao.